Még újszülött kismalacok is várták azokat a vendégeket, akik ellátogattak a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum tangazdaságába szombaton. A mezgépiknik főszereplői az állatok voltak. A lovas kocsikázást és a lovagoltatást is többen választották. Van kint az első pályán lovagoltatás, ott vezetgetik a lovakat a kisgyerekekkel együtt, és itt meg van kocsikáztatás. Messziről is ide tudnak jönni sokan, mert sok érdekes program van, jó a hangulat, az emberek is jók itt felé, és jó itt lenni. Szerinted fontos-e az, hogy az iskola megszólítsa azért a fiatalabb generációt, például az általános iskolásokat, hogy menjenek és kicsit a nyomotokba tudjanak lépni? Hát igen, ez a legfontosabb, mivel ez egy középiskola, hogy az általánosból ide jöjjenek a gyerekek, mert ugye ez a lovas meg a jószágtartó élet, ez manapság már ritka dolog, és hogy minél többen csináljuk ezt a szép szakmát. A 8. mezgépiknik idén is számos izgalmas programmal készült. Idén 15 sátorral vonultak fel az árusok a különböző kézműves termékeikkel. A mezgépikniken idén először mutatkozott be a Centrum Villányi Tagintézménye az általuk készített borokkal. Az alapötlet is az volt, hogy egy ilyen lovas gasztrocsaládi nap, tehát lovaglás, kocsikázás, a tangazdaság állatait meg lehet nézni, meg lehet simogatni nagy részüket, természetesen traktorozási lehetőség van, apró gyerekek nagyon élvezik, hogy beülhetnek a nagy traktorba, van állatsimogató, megint csak a kisgyerekek kedvence, hogy nyuszi meg tengeri malactól kezdve, most is van bárány, kisborjú, kacsák, tehát rengeteg állatot összeraktunk, illetve évek óta megszervezzük az istálló kiállítást, aminek az a jellegzetessége, hogy a lóistállóba különböző témakörökbe, itt a környezetvédelem, kedvenc házi állat, illetve a ló témába lehetett rajzokat beküldeni, alsósok, felsősök, és hát nagyon nagy dolog, hogy 316 rajz jött be, tehát nagyon komolyan vették a gyerekek. A traktoros felvonulást most az idén szerveztük meg először, és tényleg hát nem kellett túl nagy hirdetés hozzá, de 40-nél több traktor vett részt a felvonuláson, és tényleg bent a város központba végigmenték. Nagyon lényeges dolognak tartom, hogy az agrárium népszerűsítése miatt ilyen rendezvényeket tudjunk tartani, hiszen most akárha válságot nézünk, vagy bármi, ez az alap dolog, hogy enni muszáj. És itt az élelmiszer előállításhoz pedig mindenképpen szükséges az, hogy meglegyen hozzá a háttér, és ugye az agrár szakmák pedig ezt szolgálják, és iskolánkban ilyen képzések vannak. A rendezvény célja minden évben az iskola népszerűsítése, a jelenlegi diákok és családjaik szórakoztatása, valamint a régi diákokkal való kapcsolattartás. Ahogy a szlogenjük is mondja, a Mezgi a siker iskolája, azt gondolom ez a rendezvény ezt tökéletesen tükrözi ezt, hiszen iszonyatosan jó programok vannak. Számomra egy nagyon-nagyon pozitív az, hogy a családok gyermekekkel együtt közösen vesznek részt, és ismerkednek egy kicsit meg a növénytermesztést, állattenyésztést, és itt jelen pillanatban, hogy a tangazdaságban található állatokkal, sertés, a lovaglás azt gondolom egy kiemelten fontos rész lehet, és hát az nem elhanyagolható, hogy iszonyatosan finom ételek készülnek, mint mindig a siker iskolájában, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan plusz dolog, amivel az itt élő lakosságnak is nagyon nagy kedvet teremtenek itt az iskola, és odafigyelnek arra, hogy az itt felnövekvő diákok ezt a szellemiséget, illetve ezt a nagyon-nagyon jó családias hangulatot, ezt tovább tudják vinni. A rendezvény nagy népszerűségnek örvend Kiskunfélegyház a város és a környező települések lakóinak körében is, és fontos szerepet tölt be a térségvidék fejlesztésében, az agrárium népszerűsítésében. Thank you.